2016-ban megnyerte az X-Faktort, azóta pedig már milliós klipjé vannak, van 21 milliós, 13 milliós, most pedig vadonatúj videóklippel jelentkezett, és igyekszik még ezeket is felülmúlni. Vendégem, az év első vendége, Opitz Barbie, szia, szia! Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy itt lehetek! Sikert itt köszönheted, hogy nagyjából másfél év alatt már nagyjából azt hiszem, hogy 5-6 videóklipped van, majd mindegyik milliós, mindegyik hatalmas népszerűségnek övezed. Mi a sikered titka? Hát, hogyha maga a dalalkotási folyamatokat nézzük, mert ugye bár a sikerem az, hogy nagyon sok slágerem született viszonylag ennyi idő alatt, ami rövid időnek mondható, és nagyon büszke vagyok erre, hogy már ennyi dalom van, és mindegyik több milliós nézettséget ért el a YouTube-on. És igazából, hogyha ezt nézzük, hogy hogyan alkotjuk meg a slágereket, mi egy sláger titka, és ennek értelmében a siker titka, az az, hogy mindig arra törekszünk, hogy fokozatosság elve, mint szövegben, mint énekdallamban és mint hangszerelésben. Tehát nagyon fontos az, hogy egyszerű legyen a dal, de építkezzen, és a hallgató az várja mindig a következő részt, de viszont élvezze azt, amiben van éppen. Tehát, hogy a fokozatosság és az egyszerűség egyszerre érvényesül. Erre nagyon törekszünk, és hát ugyebár a trendnek megfelelően választottam ezt a stílust. Igazából Magyarországon ezt a stílust, ezt a reggaetont és afrobeatet nem képviselték még, és úgymond én hoztam be ezt az elektronikus vonalú reggaetont, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt a műfajt elsőként képviselem, és igazából ez a sláger titka. Érincs, csókolj, bár oly sokszor bántasz, még sincs, ami pótol, bár mennyit hibáz, ha az mégis milliószor ígérted azt, hogy majd megváltozol. De neked tányszor mondjam még, az, amit művelsz őrültség, velem te hiába vitatkozol, nálam csak a kedvesség, amivel megtörhetsz. Ez az, amivel feltöltesz. Még a sikerem titka az az, hogy olyan rajongóim vannak, olyan szerető rajongóim, akik tényleg kitartóak, és velem vannak, és úgy érzem, hogy velem is lesznek, vagyis bízom benne. Hát igen, a közösségi oldaladon is láttam, hogy nagyon sokan követnek, sokan lájkolnak, kommentelnek, ezt abszolút megfigyelhető az oldalaidon. Tóth Gabi válság az X-Faktor után, meg a versenytársaiddal még tartod-e a kapcsolatot? Versenytársakkal még közvetlenül X-Faktor után még beszéltünk néhányal, viszont most már nem tartjuk úgy a kapcsolatot. Mindenkinek megvannak a maga kis elfoglaltságai, meg hát igazából mindenki össze-vissza lakik. Tehát akikkel jóba voltam, azok nagyon messze laknak tőlem például. De Tóth Gabival, hát vele se nagyon már, nem nagyon van erre időnk. Neki is nagyon sok az elfoglaltsága, meg nekem is, de ugyanúgy nagyon szeretem, és tényleg így visszagondolva az X-faktoros időszakra, hát a legszuperebb mentor volt. Azt legyálják, hogy már nem szeretsz többi, ettől a hírtől a szívem tört ketté, újra meg újra csak sakmatot ad, de nyerni fogok, mert a hát rengeteg duetted is van, mert említettük ugye Burét, van már Herceggel is, Michel is, tervezel még valakivel más, valakivel is duettet? Ilyen nagy álmod itt Magyarországon, hogy úristen, őt akarom megszerezni. Hát én nagyon elégedett vagyok az eddigi duett partnerekkel, és nem terveztem mással, még eddig nincsen tervben más előadóval, feat vagy duett, hanem Burai Krisztiánnal fogunk még duettekkel előállni, featekkel. Vele fogok hosszú távon együtt dolgozni, maximálisan elégedett vagyok, és februárban jön az új közös duett dalunk, ami egy lassabb dal lesz, tehát a megszokottól kicsit másabb stílust hozunk, viszont hát rokon műfaj, rokon stílus, és igaz, hogy lassabb, viszont ugyanakkor modern hangszerelés, és nagyon-nagyon lélekreható, és mindig, mikor hallgatjuk, akkor mindig úgy meghatódunk.
Hát kíváncsian várjuk ezt a dalt is, meg a klippet is, remélem, hogy akkor lesz belőle. Hát igen, igen, mindenképpen lesz hozzá videóklip, illetve majdnem ezzel egy időben fog megjelenni a hosszú az a nap, amit már más feltöltött igazából egy élő koncertből kivágva, és amúgy az is igazából ahhoz képest, hogy vagy egy idegen ember töltötte fel, és nem hivatalos forma, nagyon sokan meghallgatták, megismerték a dalt, ez egy feldolgozás, ez egy régi dal, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ezt a dalt feldolgozhattuk, modernebb hangszerelés van mi stílusunkban, és ehhez is fogunk egy klippet forgatni, és kb. Egy időben fognak megjelenni, de szerintünk az új duett dalunk lesz az eddigi legnagyobb alkotásunk, mi ebben bízunk. Istenem, miért kell átélnem, hogy minden barátom féltékeny, miért nem simán csak büszkék rám? Ó, bárcsak tudhatnám, senkibe se bízhat nagy szégyen, nem tehetek róla, ezt érzem, túl sokszor kellett átélnem, nincs baj, túlélem. A túlélem, ugye bár igen, ilyen december 14-én jelent meg, és már azóta nagyon sokan meghallgatták, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki hallgatja és szereti. Ez a baráti csalódásokról szól, baráti féltékenység, ez a témája. És ugyebár ez egy nem egy felkapott téma az előadó körében, és ez is kb. Ugyanolyan általános téma, ugyanolyan hétköznapi téma, mint a szerelem. Úgyhogy ezért is választottuk meg, hogy ne csak mindig a szerelemről énekeljek, meg még majd ezen kívül is szeretnénk új témákhoz is nyúlni. És úgy gondolom, hogy ezt mindenki át tudja érezni, vagyis hát gondolom már így az emberek többsége átesett ezen az érzésen, ami a dalban van. És a klip az miről szól, meg kirendezte? A klipet Leó Dániel, a Lálalát is vele csináltuk, és igazából én elégedett vagyok a munkájával. A klip, ugyebár az első három klippem, azok ilyen történetklippek voltak, ott volt sztori, itt ez pedig egy image klip. Itt hangulatokat próbáltunk megteremteni, konkrétan a jamaikai hangulatot szerettük volna belevinni, és úgy érzem, hogy sikerült is. Maga a színek, hogy minden, nekem így ez nagyon tetszett. Illetve hát a klipben így mozgások, maga a műfajnak a kihangsúlyozása. A középiskolai, meg általános iskolai években voltak kisebb baráti csalódások, de akiket igaz barátoknak ismertem, meg azokat tényleg igaz barátnak mondhatom most is, és bennük soha nem kellett csalódnom. Ebben a világban is kegyelem, hogy kibe bízol egy kezedet, vár, hogy számolod, kevesen lesznek majd. Oh, nem értem ez mire való, hogy irigy vagy nyilvánvaló. Albumban még nem gondolkoztam, olyan dalokat szeretnék amúgy sorra kihozni, amik videóklipesek, és nagy koncert. Idén már tervben van önálló koncert, még azt nem tudom, hogy hol, de egy Budapest és Nyíregyháza között vacilálunk, hogy kettő közül valahol meg kellene már valósítani egy önálló koncertet. És ez nagyon nagy dolog számomra. Istenem, miért kell átélnem, hogy minden barátom féltékeny,